A Vlagyimir Putyin orosz elnök ellen kiadott nemzetközi elfogató parancs felveti annak lehetőségét, hogy bíróság elé állítják azt a férfit, akinek országa megszállta Ukrajnát, de megnehezíti a béketárgyalások folytatását. A Putyin elleni elfogató parancs alááshatja az ukrajnai béke megállapodásra irányuló erőfeszítéseket, mondta Daniel Kcmaric, a Northwestern Egyetem politológia doszense az Associated Pressnek. Alexander Baunov, a Carnegie Alapítvány elemzője megjegyezte, hogy a Putyin elleni.